Nagy szeretettel köszöntök mindenkit ezen az erősen esős és borongos délutánon, de lehet, hogy ez még kedvezett is nekünk, Göröskarén, mert ilyen sokan eljöttek és nem a strandon vannak az emberek. Második kiállításunk lesz most, az első volt a Molnár C. Pál kiállítás, ami nagyon nagy név, és örülünk, hogy eljött hozzánk Budapestre. És a másik nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a helyi, az itt a környezetünkben alkotók is kapjanak lehetőséget, hogy megmutathassák, hogy micsoda kincseik vannak, nem beszélve arról, hogy azt a tájat, azokat az élményeket örökítik meg, amiket itt látnak a mi környezetünkben. Nagy szeretettel köszöntöm Puskás Piroskarinit, aki elfogadta a meghívásunkat, és köszönjük Gyula bácsinak is, aki összekötött minket, és lehetővé tette, hogy létrejön ez a kiállítás. Nagy öröm volt felrakni Piroska nénivel ezeket a képeket, meg a verseket, meg sok-sok mást, de átadnám a szót, mert Piroska néni is pedagógus, mint én, viszont ő ezekről az alkotásokra sokkal szebben és gazdagabban tud beszélni, mert ő csinált őket. Még egyszer köszönjük, hogy eljött mi hozzánk, és megkérem, hogy meséljön a műveiről. Én megköszönöm a meghívást. Nyugalmazott tanár vagyok. Az, hogy ezek a képek elkészültek, rajtam kívül négy embernek köszönhetők. Ezzel a kiállítással önöknek örömet szeretnék okozni, és nekik pedig köszönetet mondani. Nyugdíjazásom után Simor Eszter megtanított a szövés alapjaira, ő most is gyerekeket tanít szőni Siklóson. Sára Péter, irodalomtörténész, aki társam volt, észrevette, hogy érzékem van a színekhez, a képek létrehozásához, és az ő biztatására kezdtem el tulajdonképpen képeket szőni. Az, hogy a Balatont és a Káli medencét, ezt a gyöngyszemet megismerhettem és megszerethettem, azt nagyszüleimnek köszönhetem, Székely Lajoséknak, akik Zánkán töltötték a nyugdíjas éveiket, és mi unokák itt ismerhettük meg a vizet, az erdőt és a hegyeket. Eleinte képekről szőttem. Így készült az első képes is, a háta mögött van a trópusi naplemente. Vagy például a madarak, mindegyik, a cicám. Az a kép, azt nagyon szeretem, szállani, az is tulajdonképpen egy kép adta az ötletet. De miután leköltöztünk Zánkára, mi is a természet adta a képek, témáját, és magam rajzoltam a gyapjukból a képeket. Valahogy így figyeltem, rajzoltam, szőttem. Megtanultam a gyapjufestét, és ez sokat segített, és sok örömet okozott a tervezés és a megvalósítás. Közben türelmet is tanultam. A Káli medence, a Balaton szépsége, a nyugalma, a szövés öröme szépé tette az életemet. A Balaton 12 arcát a 12 hónap adja. Ott láthatók. Itt az első a január, a február, az akár hihető, akár nem. Úgy jött létre, hogy utaztam Pestre, és egyszerűen például az a februári kép követett végig a Balaton mellett. Muszáj volt hazamenni és azt megcsinálni. De nem hihető, de tényleg ilyen volt. Aztán hát a többiek végig. November, december, arról külön nem. Aztán ott van a Pirkadat velem szemben, és mellette este a Szent György hegyen. Ezeknek a témáját is a hajnali ébredések, meg egy esti utazás adta. Sokat jártunk a Szent György hegyre, és innen van az emlék. Az égi bálna Gori mögött, az ugye látszik, hogyha az ember jön Szentbékáláról, akkor az a hegyes tűjjelnek látszik. És végül is felfedezte Benedek, hogy ott is van az égi bálna, ott azon a képen szeptemberi. Valóban, amikor az ember megy haza Zánkára, Köveskál felől, valami ilyesmit látok. Így készültek. Az utolsó képen,
ezeket is szeretem, de ez a kép tulajdonképpen a másfél éve elhunyt társamra való emlékezés hozta létre. Azt a címet adtam neki, hogy József Attilának van egy verse, melynek utolsó sora az, hogy amint a fényben elmegy. Az a néhány vers, amit ott látnak, meg itt, az tulajdonképpen ő írta, mert Zsánka szépsége őt is megihlette versekre. Végül is szeretnék még egy pár mondatot Márai Sándortól mondani önöknek. Az értelem nem elég ahhoz, hogy megértsük önmagunkat vagy a világ tüneményeit. A lényeges a csalhatatlan megértéséhez és érzékeléséhez valami más is kell. Több, mint értelem, kell hozzá kegyelem is, alázat. Alázat is testünknek és ösztöneinknek valamilyen különösen szerencsés működése. Vizsgálatunk tárgyának egyfajta előnyös elhelyezése, s talán a csillagképek megfelelő alakulása is szükséges hozzá, hogy megértsünk-e Földön valamit. Köszönöm, hogy eljöttek. Nagyon szépen köszönjük a Piroskainak. Nagyon sokat tudnék mesélni a képekről, és érdemes kérdezni. Ott például egy fényképet is kiraktunk. Jaj, azt nem mondtam el. Igen. Az kimaradt tényleg. Annak az a címe, pont a Gyuszi állt a mögött, hogy világügyelő. Igen. És annak, ami fölötte látható, az a kép volt a kertünkben. És arról a képről született, mert az pontosan olyan, mint egy öreg ember, aki már úgy mindent tud, megért a világról. És akkor arról rajzoltuk, és így lett ebből ez a alsó kép. Ezt nem mondtam. Mit nem mondtam? Igen. Nekem fontos, igen. Igen, meg ott mellette például az Anya gyermekével című kép, ugye az valahol Kanadában van, amiről csak egy fényképet raktunk ki egy keretbe, és aztán a Piroskalina megcsinálta kékben ugyanezt, azt hiszem. És annak az a címe, hogy boldogság kékbe szőve. Így van. Mert hát... A téma ugyanaz, igen. Az boldogság. Így van. Időnként ugyan nem, de azért nagyjából boldogság. Igen. Körülbelül ez. Lehet kérdezni, mert nekem itt, hogy raktuk, hogy nagyon sokat mesélt, és nagyon izgalmas volt, és jó. Úgyhogy mindenkinek hasonló örömeket kívánok, miközben megnézi a tálatot, és kérdezzenek bátran. Hát, és mielőtt megadnánk a lehetőséget erre, megkérném az Invocatio Musicalis zenészeit, hogy a 15. századi Vándorok című darabot adják nekünk elő. Thank you.
köszönöm, hogy eljöttek, és mindenkinek jó gazdagodást kívánok. Köszönöm szépen. Köszönöm.